Legjobb úszók versenyeztek Karcagon, jó matekos Vas Gábor, Karcagváros kultúrájáért díj, ítélet a bográcsos támadás ügyében. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 17-én 18 óra 5 perckor. Az Akácliget gyógy- és strandfürdő fedett úszodájában tartotta a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület a Diákolimpia megyei úszóverseny döntőjét. A megjelenteket a házigazdák nevében Szepessy Tibor polgármester köszöntötte és kívánt eredményes versenyzést. Óriási elismerés is az a városnak, hogy nem csak egy-egy sportágban, hanem szinte minden diákolimpiai sportágban megyei döntőt vagy országos elődöntőt tudunk rendezni Karcagon. Egyrészt mutatja azokat az eredményeket, amelyet elértek versenyzőink, testnevelőink, edzőink. Másrészt pedig mutatja azt az elismerést, amelyet mint versenyt rendezők kapunk, hiszen én azt gondolom, hogy az elmúlt években is nagyon jó versenyeket, nagyon jó hangulatú versenyeket és nagyon pörgős versenyeket tudtunk rendezni, úgyhogy mindenki megelégedetten távozott a sportcsarnokból, az úszodából, különböző sportrendezvényekről. Alapsportágnak számít az úszás, és ettől én azt gondolom, hogy ehhez mérten próbálják az iskolák is egyrészt az úszásoktatást megszervezni, másrészt pedig a Karcagi Sportegyesület is ennek megfelelően építkezik, és próbál ebből kifolyólag további eredményeket, szép eredményeket elérni. Úgy veszem észre, hogy a szülők is fontosnak tartják azt, hogy megfelelő és biztonságos tudásban legyen része a gyerekeknek, hiszen különböző nyaralások, táborok, családi kirándulások alkalmával azért nagyon sokan választják a vízpartot, és azért megnyugtató az, hogyha vízbiztonságosan tud úszni egy fiatal gyermek. Tehát egyre többen, ahogy az előző időszakban is, de úgy látjuk, hogy egyre többen érdeklődnek az úszásoktatás iránt. Nyilván fejleszteni is szeretnénk ezt, hiszen a medencék, ugye az önkormányzat érdekeltségi körébe tartoznak, de próbáljuk fejleszteni a fürdőt, próbáljuk fejleszteni a medencéket, keressük azokat a lehetőségeket, amelyek ezt biztosítják. A döntőn jelen volt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Karcagi Sport Egyesület elnöke is. Karcag egy sportos város, nagyon sok fiatal sportol jelenleg is, és nagyon sokan sportoltak, akik ma már nem olyan fiatalok. Én azt gondolom, hogy a sport Karcagnak egy meghatározó része, és ezt tovább kell vinni. A mostani fejlesztések abban az irányba mutatnak, hogy egyre jobb minőségű sportolási lehetősége lesz a karcagi fiataloknak, és azt gondolom, hogy egy térségi, kulturális, gazdasági és sportközpont lesz Karcag az elkövetkezendő időszakban, és ezek a versenyek hozzájárulnak ehhez. Itt Karcagon és az úszodában, ha kora reggel kijön valaki, akkor akár idősebb korosztály is úszik, a gyerekeknek az úszásoktatás megvan. Karcagnak nagy szerencséje van, hogy van egy tanúszoda, nagyon jó edzőkkel, nagyon jó sportvezetőkkel, és hát minden gyermek, aki sportol, egészségesebb lesz, az felnőtt korában jobb teljesítményt, egészségesebb életet tud élni. Még babaúszás is volt Karcagon, nem tudom, hogy jelenleg van-e, de nagyon jó az, hogy amikor már alsó tagozatos a gyerek, akkor már megtanul minden karcagi gyerek úszni. És ez jó a szülőnek, jó a gyermeknek, egészséges is, és a vízbiztonság nagyon fontos dolog. Itt vagyunk a Tiszához közel, tavakhoz, strandokhoz közel, mindig van valami probléma, baleset, ha a gyermek megtanul úszni, az már nyugalom a szülőnek, az egész családnak. A verseny célja egyrészt az úszó szakosztályoknak, iskoláknak versenyzési lehetőség biztosítása volt, másrészt a megyei diákolimpiai bajnoki címek eldöntése, lányok és fiúk korcsoportonként és úszásnemenként és az országos diákolimpiai döntőbe jutás. Vas Gábor György, a Györfi István Katolikus Általános Iskola végzősével arról beszélgettünk, milyen eredményére a legbüszkébb. A matematika eredményeire a legbüszkébb, sok regionális versenyen szerepelt eredményesen. Kedvencei az ábrás feladatok. Nagyon sok matematika versenyen voltam, főleg regionális szinten, és jó eredményeim vannak. És ezen belül a matematikán belül milyen jellegű feladatok a kedvenceid? Nekem kedvencem nagyon nincsen, de mindent szeretek. És honnan jött a matematika, és mondjuk miért nem magyar versenyekre jársz?
Hát az anyukám az matematika tanár, és ebből jött. De sokat foglalkozott veled? Igen, igen. És milyen feladatok vannak, amelyeket úgy szeretsz? Tehát a szöveges, vagy az ábrás? Az ábrásokat nagyon szeretem. Azok a kedvenceim. Úgy tudom, hogy most központi felvételre is készülsz. Erre hogyan lehet felkészülni? Hát otthon minden nap csinálok feladatokat, és szerintem nagyon jól mennek. És ez mit jelent, hogy leülsz, és akkor 3 órát ott ülsz, és különböző feladatokat oldasz meg, közben felállsz, játszol? Hát ez úgy szokott lenni, hogy megcsinálok egyszerre egy évi feladatot, és utána szünetet tartok, és csinálok még ebből 2. És mondjuk itt a felvételin mennyi idő lesz egy feladat sorra? 45 perc lesz egyre. És tudod közben figyelni az időt is, tehát arra is figyelsz, hogy be tud tartani? Általában ezzel nincsen gondom, tehát benne vagyok a 45 percbe bőven. Ahogy itt beszélgettünk előtte, azért a eredménnyel sincs gondot, hiszen itt mondtad, hogy ezzel a 80 pont fölötti feladat az mindig megvan. Igen, általában ez meg szokott lenni. De akkor ez annak is köszönhető, hogy 8 éven át folyamatosan tanultál, szorgalmas voltál? Igen, igen, a 8 év alatt mindig kitűnő voltam, úgyhogy a tanulással nincsen gondom. Mi jelentett a legnehezebbet? Melyik tantárgy volt a tabu? Hát talán a biológia, az nem volt nagyon a kedvencem. És ott miért? Mondjuk nem boncoltatok állatokat, de mondjuk miért nem tetszett? Mert be kellett magolni nagyon. Jó közösségi embernek tartja magát, határozott, és mindig próbál jókedvű lenni. Én szerintem jókedvű vagyok, igen, mindig próbálok jókedvű lenni. És mondjuk, hogyha kudarcér, és mondjuk nem csillagos ötös egy dolgozat, akkor mi történik? Általában, hogyha ötös megvan, akkor boldog vagyok. Az elmúlt 8 év alatt mondjuk valamiért kaptál mondjuk elsőben mondjuk fekete pontot, utána esetleg egy 1-es, becsúszott-e valamiért, mert otthon hagytál valamit, vagy ez abszolút elképzelhetetlen? Nem, ilyen még nem volt, hogy 1-es kaptam. Hát akkor reméljük, hogy nem is lesz. Egyébként versenyeken, itt a tanulmányi versenyeken milyen jellegűek a kedvenceid? Matematika versenyek a kedvenc. De hogy csak hogy mondjuk a házi verseny, vagy azért a nagyobb kihívásokat szereted? A nagyobb kihívásokat szeretem mindenféleképpen. Mi volt a legnagyobb eredményed? Talán biológiából a megyei 2. hely. Matekból? Matekból a regionális 4. hely. És egyébként versenyen mennyire izgulsz? Hiszen itt mondtad, hogy nem lesz gond a felvételin. Ez a rutinnak köszönhető? Szerintem igen, nem szoktam izgulni az ilyeneken. És mondjuk a szüleid milyen tanácsokkal látnak most el? Hát, hogy legyek határozott, és mindent olvasok el. Hát fontos, hogy figyelmesen olvassál. Igen, igen. Úgy tudom, hogy várod a napokban a nyelvvizsga eredményedet is. Igen, ez így van. Most januárban voltam nyelvvizsgán, és most annak várom az eredményét. Középfokú, annyit tudok? Igen, középfokú angol. És... úgy tudom, hogy Debrecenbe készülsz. Igen, a Debreceni Tóth-Árpád gimnázium matematika-fizika szak. És mi leszel, ha nagy leszel? Hát azt még éppen nem tudom, szerintem valamilyen mérnök. Informatikai eszközöket tervezne, a 3D-s nyomtató az ő világa, kis autót már készített. Informatikai eszközöket, mivel voltam informatika versenyen is, és nagyon szeretem az informatikát. Tehát akkor a 3D-s nyomtató az a te világod? Igen, igen, már használtam ilyet. És mit készítettél? Egy kis autót készítettem. Megvan még? Megvan, megvan. Egyébként mennyire vagy ilyen gyűjtögetős? Nem nagyon szoktam gyűjtögetni ilyen kis dolgokat, de azért szerettem, hogyha van. Hát akkor emlékként azért eltetted. Otthon mondjuk mit kell róla tudni? Vannak-e nyulaid, bármi, ami esetleg elfoglaltságot jelent? 2 kutyám van, meg egy macskám. És hogy bírják egymást? Hát nehezen, de azért el vannak egymás mellett. És hogyan látod az utóbbi 4 hónapodat, hogy megérte ez a rengeteg tanulás? Szerintem mindenféleképpen megérte tanulni minden nap. És hogyan látod a következő 4 hónapodat? Hát szerintem jó lesz minden tanulmány, és úgy minden. És akkor ősztől meg a nagybetűs életet elkezded önállóan, ezt várod? Nagyon várom, igen, hogy kollégiumban lakhassak végre. Ez mondod, hogy végre is, hogy nagyon várod, ezt miért várod, hogy az azt jelenti, hogy elindultál a céljaid felé,
vagy egy kicsit önálló lehetsz? Vagy önálló lehettek, a testvéreim is kollégiumban laktak, amikor gimnáziumban voltak. És egyébként ők mennyire segítettek neked ebben a választásban, mondjuk például, hogy a Tóth Árpádban menjél? Segítettek, ők is a Tóth Árpád gimnáziumban jártak, és segítőkészek voltak mindenféleképpen. Várja a Tóth Árpád gimit, az önállóságot, a sok tudást. A Györfis tanárairól szép emlékekkel megy el. Én nagyon szerettem a tanárokat, főleg az angol tanárt. Ezt azért mondjuk el nézőinknek, hiszen nem mindenki tudja, hogy miért mosolygunk itt. Az angol tanárom az apukám. Ezért mosolygunk, hiszen természetes. Egyébként itt visszatérve egy mondatra, én egyszer kérdeztem apukádat, amikor őt interjúoltuk, és kérdeztem, hogy ő milyen a veled. Most te hogyan láttad a másik oldalról? Szerintem ő is nagyon segítőkész minden térben. Tehát olyankor, amikor angolóra van, akkor te is a nyolcadikos diák vagy, és nem az ő fia. Igen, igen, diák vagyok mindenféleképpen. És érezted azt a nagyobb terhet, hogy neked bizonyítani kell neki? Nem éreztem ezt, nem. Mégis az angol az tényleg mérhető a tudás, tehát azt gondolom, hogy ez tényleg így fontos. Testvéreid hatására választod a pályádat, majd az építészetet, vagy ez hogy jött? Elkezdtem ez iránt érdeklődni, és onnan jött. Bár a testvérem is villamosmérnökként fog majd végezni most júniusban. A 3D nyomtatóval, ha korlátlan lehetősége lenne, egy házat nyomtatna ki. Lehet, hogy 15 év múlva már erre is sor kerülhet. Akkor Karcagra valószínűleg egy nagy háztömböt tervezne, mert nagyon drága egy rendes faépület, 3D nyomtatóval olcsóbb és gyorsabb is. Mondja Vas Gábor György. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Pallagi Bernadett, a Györfi István Katolikus Általános Iskola pedagógusa részére. Pallagi Bernadett tanítói oklevelét a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán vette át. Pályakezdőként az akkori Zádor úti általános iskolában tanított, 2000-től lett az egykori Györfi István általános iskola, majd a fenntartóváltás után a Györfi István Katolikus Általános Iskola nevelő testületének hűséges tagja. Azt az igazság, hogy én egészen kicsikorom óta pedagógus szerettem volna lenni. Éreztem magamban már egész kicsikoromban az elhivatottságot és a gyerekek szeretetét, és ez nem is változott, és úgy gondolom, hogy ezért is vagyok a pályán még, hiszen ez az elhivatottság és a gyermekek szeretete az, ami itt tart engem. Közel 30 éve szakmai munkáját hivatástudat, szakmaszeretet, következetesség, pontosság, gyermekszeretet, a közösségért érzett maximális felelősség jellemzi. Sokszor rám is szólnak otthon a gyerekek, hogy nem az iskolában vagyok. Hát elég szigorú anyuka vagyok, meg kell, hogy mondjam, hiszen otthon is és a munkámban is igyekszem kihozni a gyerekekből a maximumot, és azt gondolom, hogy ez csak következetes munkával és nagy odafigyeléssel lehet. Úgyhogy én mindig erre törekszem otthon is, és az osztályom gyermekeivel is. Nevelő oktató munkájában kiemelt szerepet tölt be a keresztény értékek átadása, a teremtett világ értékeinek megóvása, az egészséges életmódra nevelés. És nagyon speciális és érdekes osztályom van, és a pályafutásom során ez az első ilyen osztály, akiket első osztályban megkaptam, és egészen negyedik osztályig tanítom őket, tehát ez 4 éves ciklus, és úgy kaptam meg őket elsőben, hogy igazán nem is ismertem őket, hiszen kis óvodásként kerültek a kezeim közé, és már ott figyelgettem, hogy ki hogyan beszél, hogyan viszonyul a munkához, és már ott a tehetség kis palántákat fel lehet ismerni, és folyamatosan igyekeztem évről évre többet rakni ezekre a gyerekekre, és így van az, hogy most például a mostani osztályomban van egy olyan kislány, aki borzasztó tehetséges, folyamatosan aranyminősítést kapunk mesemondó, versmondó, prózamondó versenyeken, és bízom benne, hogy ez az alapozás a felső tagozatban is fog majd folytatódni. Tanítványai városi, megyei és országos szintű tanulmányi, kulturális és művészeti versenyeken kiemelkedően szép eredménnyel szerepelnek. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen Karcagváros önkormányzatának is, hogy érdemesnek tartott erre a díjra, illetve a támogatóknak, Pánt Ildikó képviselőasszonynak, aki mindig hitt és bízott bennem, jelenlegi igazgatóasszonyomnak, Kovács Miklósné Julikának, és a lelkivezetőnknek, Gulyás Zsoltatyának, akik szintén érdemesnek tartottak erre a díjra, és felterjesztettek engem.
Bográccsal és tetőléccel verte az apját egy jászladányi nő és annak bátyja. A brutális pár az udvaron is tört zúzott, sőt még a házban is szétvertek mindent, amit csak tudtak. Végül a rendőrök vitték el az ámokfutókat, a brutálisan megvert apa pedig kórházba került. A bűnösök társtettesként elkövetett testi sértés bűntettében, és társtettesként elkövetett magállagsértés bűntettében. Ezért a bíróság halmazati büntetésű József felsőrendű vádlottat 3 év szabadságvesztésre és 3 év közügyektő eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés börtönben kell rendeli végrehajtani. Az elsőrendű vádlott feltétele szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja a büntetés 2/3 részének a kitöltését követő nap. A másodrendű vádlottat 2 év szabadságvesztésre ítéli. A szabadságvesztés börtönben rendeli végrehajtani. A másodrendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggeszti. A támadókat most ítélték el. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!